Köszöntjük Önöket itt a Start Plus-ban. Szeretném, ha elképzelni nek valamit. Mínusz 20 fokban, 35 kilométer gyalogolni hatalmas hóban. Azt hiszem elképzelték. Most pedig elmondja a vendégünk, hogy ez milyen volt valójában megtapasztalni. Rakoncai Gábor a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Átszeltekről Nandot ilyen körülmények között. Ennél ez egy kicsit változatosabb volt. Ez volt egy példa. Az elején csak mínusz 5 fok volt, és az hidegnek tűnt, és érdekes módon, amikor a végén nyilván megérkeztünk ugyanígy a mínusz 5 fokba a partra, akkor meg elkezdtünk levetkőzni, mint hogyha nyár lenne. Viszonylag lehet, hát nem azt mondom, hogy megszokni ezt a mínusz 20 fokot, meg a folyamatos szelet, meg minden, de a szervezet azért elég jól felveszi a versenyt ezekkel a kondíciókkal, és utána a mínusz 5 fok az már megtűnik. Na, aki ismeri azért önt, az ön múltját, az ugye tudja, hogy ön egy extrém sportoló, világrekorder, ugye hatszoros óceán átkelő, tulajdonképpen egy csomó dolga volt már így az életben. Ez a grönlandi túra, ez miért hiányzott az ön életéből? Tényleg, tehát, hogy ezt végiggyalogolja 650 kilométer? 650 kilométer. Hát, az jó kérdés, hogy miért hiányzott. Nekem egy régi tervem, hogy eljussak a déli sarokpontra, méghozzá gyalogosan a kontinens szélétől. És oda viszont annyira szigorítják évente az engedélyeket, hogyha az ember nem kutatói szempontból megy oda, hanem expedíció szempontból, tehát nem 20 km lesz a bázistól, hanem 500 km-re, akkor nagyon sok lépcsőfokot meg kell lépni, mire az ember oda eljuthat. És az egyik ilyen volt ez a grönlandi átkelés. Ja, hogy ez egy előfeltétel volt az, hogy a későbbi célját megvalósítása. Igen. Tehát ez egy remek edzés volt, meg egy előfeltétele is, hogy átkeltünk hat társammal a grönlandi jégben. Kikből állt az expedíció? Hát ez egy elég nemzetközi csapat volt, tehát különböző nációkból állt a csapat, és gyakorlatilag inkább azt mondanám, hogy itt már mindenki volt a Mount Everest tetején, egyedül én nem, és azért fogadtak be engem egyetem, mert futom ezeket az 200 kilométereket, az ultratávokat, és akkor azt mondták, hogy ha azt kibírom, akkor valószínűleg a szánt is tudom majd húzni, meg bírom ezt a napi 25-35 kilométeres gyaloglást is, meg hogyha a hajón 70-80 napig bírtam az egyedül létet, akkor bírom majd ezt a fehér közeget is. Közben látjuk itt a felszereléseket, meg néhány pillanatot. Meg ugye látjuk, hogy mit nem látunk, szánhúzó kutyákat. Igen. Tehát, hogy ez engem nagyon meglepett, hogy nem voltak. Azok nem bírták volna. Önök cipelték, húztak maguk után a szánt, meg ha jól tudom, ön segített is ki másokat, aki a csapatban nagyon rossz állapotban volt, és képes volt még helyette is húzni az ő szánját is. Igen, lehetett volna vinni kutyákat is. Van olyan csapat, aki kutyákkal együtt kell át, viszont az Antarktiszra már nem lehet vinni kutyákat, tehát oda csak az ember mehet el, meg a technika. Úgyhogy mi is úgy keltünk át Grönlandon, hogy nem vittünk kutyát, és az összes felszerelést két szánban húztuk magunk után, ez 80 kg körül volt. És amikor valamelyik csapattag nyilván kevésbé ment neki aznap a feladat, akkor az ember átvállalja, mert ugye bár be volt osztva az élelmiszerünk 30 napra, 29 napos volt az út, tehát eléggé ki volt centízve, és ott nem fér bele az, hogy akkor két napot pihenünk, hanem inkább akkor, aki erősebb, az jobban részt vállal. Egy gyorsított eszembe. 30 napra volt érelem. 29 napos volt az expedíció. Hány konzerv maradt? Nem ez jutott eszembe. Ha csak két napot csúsztok, ilyen körülmények között akár egy napot kibírtatok volna érelem nélkül? Persze. Nyilván kibírtuk volna. De haladni is tudtatok volna? Mert fizikálisan gondolom nagyon-nagyon hamar lefáradtatok volna, vagy kiverültetek volna. Itt igaziból a 29 nap az azért jött össze, mert 3 napra beragadtunk a sátorba, egy elég erős vihar fölmászott a grönlandi platóra. Ez nyilván az ember nem tervez bele, vagy hát tervez bele, de nem 3 napos. Pedig ezt mi is tudtuk, hogy arra a platóra föl fog menni a vihar. Úgy igaz. Mi csak kár, sejtettük. Tartottuk a kapcsolatot. Miért nem kérdeztem meg minket, vagy legalábbis Robit? És a probléma az, hogy amíg az ember a sátorban van, tehát, és nem kell mondjuk naponta 14 órát gyalogolnia, de a hideg miatt, a mínusz 20 fok miatt, akkor is nagyon sok energiát magához kell, hogy vegyem, ugyanis az egyetlen hőmérséklet az a testből jön, tehát azzal fűti ki magát az ember, tehát nem tudja felkapcsolni a radiátort. Tehát már az sok kalóriát használ, hogy a sátorban az ember várja, hogy jobb idő legyen. Hát ezért kérdeztem, hogy itt azért biztos, hogy lerövidül az, hogy mennyit lehet érelemnél kibírni. Igen. Most hagyj egyezzek meg valamit, ahogy itt szembeülsz velünk, hogy jól nézel ki.
Köszönöm. Lehet, hogy ez egy meglepő mondat részemről, hogy nekem ezt mondom egy férfinak. Köszönöm szépen. Jó, de neked nem is fagyott le félig a füled. Ha mondjuk, az is igaz. Mert hogy mesélj el, ami történt. Most jól néz ki a füled. Te is, meg a füled. Igen, hát az egész csapat szenvedett, tehát minden tagja szenvedett elég komoly fagyási sérüléseket. Volt, akinek a fél arca befeketedett, volt, akinek hólya volt a kezén, lábán. Nekem a fülemet kaptál, de én hibáztam. Egy elég erős szeles időben mentünk 3 napot, és mivel egy úgynevezett white out jelenség volt, tehát amikor az ember semmit nem lát, tehát minden fehér, nem érzékeli azt, hogy hol van a horizont, még az sem nagyon, hogy világos van-e vagy sötét, csak ez egy egyszínű ilyen tompa fehérség, és nehéz volt tájékozódni, és akkor én mindig vezettem a csapatot, viszont valamelyik srác a tájolót a powerbankja mellé tett, és átmágnesezte egy pár órára. És a plusz tájolót, az meg bűzes volt, vagy buborékos lett, a GPS meg ritkán használja az ember, meg az a spórol, úgyhogy én levettem a kapucnimat, és akkor a szél alapján, ahogy fújt így jobbról hátulról a szél, az alapján tudtam tartani az irányt. Oh. És ez pont elég volt ahhoz, hogy hiába volt sapkába a fülem, akkor is azért eléggé megfújta, úgyhogy az alsó harmada befeketedett, de ez még nem vészes, tehát ez még megállt azon a szinten, ami elmúlik, és semmi baj. Hogyan képzeljük azt el, tényleg, ha már így szóba került a szán, amit ti húztatok, hogy egy szán az nem tudom, közel 80 kg súly volt, hogy milyen típusú kajákat, élelmiszert, folyadékot tud ilyenkor az ember magában, ezek ilyen granulátumok, vagy hogy képzeljük el? Hát a folyadékot nem vittünk, ugyebár a hóból, aha, vagy ahol nincsen hó, ott pedig mondjuk a jeget jogos, törtük, igen, fel, és azt olvasztottuk fel, és abból volt vízünk. Tehát ez minden reggel egy 40-50 perc, meg esténként is egy 40-50 perc, mire az ember előállítja azt a vizet, amit meg fog inni. Uh-huh. Illetve az ételnek a nagy része az egy olyan élelmiszer, egy zacskós élelmiszer, amiből elvonták az összes vizet, tehát egy kész étel, amiből elvonták a vizet, aha, utána az ember felönti meleg vízzel, ez megdagad, megszívja magát, ja, és ja, egy ja, rendes vacsora lesz. Tele van gondolom vitaminnal, ásványanyaggal, és akkor azt teszitek, vagy azt tették. Volt olyan útközben, majd látom, hogy lejárt az idő, de ezt még felteszem, aki útközben azt mondta, hogy eddig ne tovább, nem tudok tovább menni, hagyjatok itt, menjetek tovább. Hát voltak ilyen beszélgetések, viszont mivel egy csapat voltunk, muszáj volt együtt mozogni, és akkor mindig megpróbáltuk a másikat kirántani ebből a negatív menetből, mi tehát mondva? Amikor mentálisan vagy fizikálisan valaki megborult, és ez egész jól is működött. A 3 nappal a vége előtt az amerikai srác, ő azt mondta, hogy akkor neki itt van vége, és ezt már nem lehetett megtárgyalni, úgyhogy ő hívott egy helikoptert, és az utolsó 70 kilométert azt ő így lecsalta. Aha. Te viszont végigcsináltad, és akkor a következő expedíció, annak megvan már a pontos dátuma? Igen, november 11-én utazok Dél-Amerikába, és 18-án repülök át az Antarktiszra. Nagyjából 5 nappal később indul az expedíció, és 2 társammal együtt 50 nap alatt közel 1000 kilométeren át fogjuk elérni a déli sarokpontot. De ez már nincsen messze, már nem a sarokpont, nem a novemberi időpont, kérünk majd bejelentkezést. Nézd meg, egy élére vasalt ingben, egy jó vagány steppelt mellénye, milyen jó dolga van itt a fűtött stúdióban. De neki kell. De neki ez kell. Amúgy család van? Család van, van egy 2 éves gyerkőcöm is, igen, persze. Aki már... most biztos nézi a tévét, persze, is. Nyilván, és akkor azt mondja, hogy ó. Köszönjük, hogy itt voltál, és sok sikert a következőhez.